Sziasztok, skacok! Egy elég komoly bejelentéssel jöttem el ma hozzátok. Én nagyon sok embert meg fog lepni valószínűleg, mivel hazaköltözöm. Ha! Bevettétek! Legalábbis gondolom, hogy a legtöbb ember. De hogy költözöm haza? Azért készítettem ezt a videót, hogy bemutassam nektek tulajdonképpen, hogy mit is csinálok én, vagy gondolom, hogy egy átlagos külföldön élő magyar ember, amikor hazamegy. Két részre fogom bontani a videót, illetve ez most az első része lesz, és lesz majd egy másik része. Az első része inkább arról fog szólni, hogy kikkel töltöm az időmet, mit csinálok, hova megyek, mik az észrevételeim. A videó másik része, illetve hát ugye majd a következő videó pedig arról fog szólni, hogy mit eszem, amikor otthon vagyok. Az lehet, hogy azt angolul fogom csinálni, vagy angol felirattal, nem tudom, mert mondjuk egy magyar embernek a magyar kaja gondolom, hogy annyira nem érdekes. Nekem érdekes, mert ki vagyok ilyenkor éhezve rá, de az első epizód az most inkább a tettekről fog szólni. Akarom, de félek. Na, pálinka, menjön. Csss, így. Fájni fog? Nem fog fájni. Nem tudom, mi a rosszul a pálinka, vagy a luk. Kérhetek még egy felet utánára? Minden oké, okay, minden oké. Okay. Baszki, ez tényleg nem fáj! Magyarországi videóbejegyzés. Amíg a többiek kiszálltak a kocsiból, mert egyébként tuti hülyének hinnének. Meglátogattam a nagymamámat, és megyünk a másik nagymamáikhoz. Este barátnőimmel leszek. Tulajdonképp ez olyan vicces ez az egész itt, mert a legtöbb ember azt hiszi, hogy hú, ilyenkor az embernek mennyi ideje van. Uff, nagyon fáradt vagyok már, mert nagyon sok intézendő dolog összegyűlik egyébként így, ha az ember fél évente jár haza. Erőltetett menet lesz, de le fogjuk tudni az összes dolgot. Tegnap kiszúrattam ugye a fülemet, gondolom, hogy bevágtam már a videót, úgyhogy legalább már azon túl vagyok. Amit egyébként nagyon várok, az a fodrász, illetve a körmös,
mert nagyon leszeretném már vágatni a fufrumat, illetve be lesz festve újra a hajam hosszabb is fog vágatni. Teljes megújulásra térek majd vissza Milánóba. Egyébként egyelőre amit érzek az, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy máskor mit érzek, meg hogy most mit érzek. Így hazatéréskor. Azt érzem, ott vannak most a tények. Amit érzek az az, hogy nagyon jó visszatérni, meg vannak nagyon jellegzetes dolgok, amik hiányoznak, de vagy hiányoztak, mint étel, ital, azért teljesen furcsa, szokatlan az, hogy magyar hangokat hallok, teljesen átálltam az olaszra, és szerintem ezzel egyébként semmi probléma nincsen, mert hát ott élek, és ez egy természetes dolog, de szokatlan itt lenni, nagyon élvezem, de nem lesz rossz visszamenni Milánóba. De addig itt kielvezem az itt létet, a családozást, barátokat, a magyar kajákat, a magyar illatokat, úgyhogy azért ez jó dolog. Meg jó volt olyan a Balcsinál is lenni. Négy órát aludtam, most megint úton vagyok. Anyummal találkozom. Megyek, kozmetikába megyek, mert ő kozmetikus, evidens módon. Illetve nem annyira evidens, de mindegy. Szóval megyek a kozmetikába hozzá, úgyhogy egy kicsit az arcomat is helyre rakja. Illetve utána a római parton fogunk sétálni. Nem vagyok annyira másnapos így őszintén, pedig azért adtunk a dolognak. Tehát ez volt az egyetlen este, amikor ki tudtam mozdulni, úgyhogy rendesen ünnepeltünk. Ilyen 8 fele értem haza, úgyhogy nem aprosztam el, de nagyon jó volt tényleg. Úgyhogy azzal a fejemben, hogy ma life goes on és menni kell tovább, igyekeztem úgy összekaparni magam, úgyhogy igazából egész korrekt a dolog. Most amúgy a kedvenc helyemen vagyok. Jézusom, kedves úriember, benne lesz a videóban, ezt megnyerte. Ezt akartam megmutatni. Ott van. Szóval ez a kedvenc helyem. Tehát ami nagyon hiányzik innen az tényleg, hogy az emberek egy kicsit úgy kedvesebbek legyenek egymással. Az előbb olyan dolgot láttam, ugye nemrég videóztam. Az egyértelmű, hogy van egy gerince pár embernek, vagy nem tudom. Szóval felültem a buszra, és láttam, hogy két, hát valószínűleg hajléktalan ember verekedett, és hát nagyon durván, tehát rátaposott a fejére kétszer-háromszor az embernek, és úgy maradt. És volt pár másik hajléktalan, és hát azok ugye úgy nézték, hogy semmi, de a számomra ami egészen meghökkentő, hogy elsétált ott egy ember anélkül, hogy bármit tett volna, vagy szólt volna, vagy hívott volna egy kurva mentőt. És aztán elkaptam egy telefonbeszélgetést egy mögöttem ülő hapsitól, aki olyan ucsmány módon beszélt a hajléktalanokról. Ugyebár tudjuk, hogy most hozták meg ezt az új törvényt, hogy nem lehetnek az aluljáróban a hajléktalanok, és olyan ocsmány módon, gátlástalanul, tehát hogy még csak azt se szégyenli, hogy itt más emberek azt hallják, ahogy ő erről beszél,
hogy dögöljön meg az ilyen, ha nem akar, ha meg akar halni, akkor ne engem, ne az én szabadságomat korlátozza az aluljáróban, menjen a picsába. Hát, nem igazán jutok szóhoz. Jelentkezem. Voltam a fodrásznál, úgyhogy ilyen rövid kellett viszonylag magamhoz képest a hajám, meg végre a fufrum is rendesen néz ki. Most megyek, találkozom a Norbival, csinálunk pár fotót, majd azért megkérdezem, hát ha szeretne részese lenni a videónak. Ez az outfit, de majd azt is látjátok, mert lesznek képek róla. Aztán utána találkozom egy barátnőmmel, és megyek is ki Szentendrére, mert anyukámmal találkozom. Holnap este már megyek is, de jól örültök mi, hogy itt a nappal szemben kamerázok. Szóval legalább látszik, milyen jó kócos vagyok. Jó idő, elmegy addig. Mit kell vágynom, vagy nem? Mi? Akkor majd fejetvágom? Dehogy, sétálj! Norbi dolgozik. Most megy. Jó a fény. Így már jobb? Jobb. Na szasztok, skacok! Mai nap Norbi, illetve ő megnyerte engem magának. Úgyhogy... Úgyhogy lövünk pár fotót a lookról. Aztán menjünk sörikézni. Igen? Nem? Akkor bebaszunk ma? Dehogy. Ja, nem borulunk meg. De akkor ebben mi a nyeremény? A társaság. A velem töltött idő. Na jó, ez nagyon gázú hangzott. Na de mindegy, az jó lesz. Én azt várom a legjobban az egészben. Szerintem én is egyébként. Jó, hát ezt elhiszem. See you soon. Ja, csá. Ez az utolsó este, amikor még itt alszom Budapesten. Az egyetlen dolog, ami fáj, az, hogy most Milánóban 27 fok van, és itt most 7. Elvileg még 3-4 napig marad ez a jó idő ott, úgyhogy alig várom, hogy kielvezem. Ma megvolt a fotózás Norbikával, találkoztam Bácskával, és nagyon jó volt ez az öt nap. Úgy láttam, hogy ez a legideálisabb. Ebben minden úgy nagyjából belefér. Nyilván olyan nincs, hogy az ember megáll egy percre is az alváson kívül. De nagyon jól éreztem magam. Bocsánat, hogy ilyen sötét van, nem tudom, miért ilyen sötét az utca. Nagyon jól éreztem magam, és úgy nyilván egy picit egyik oldalam azt mondja, hogy még maradna egy picit, de a másik meg nyilván tudja, hogy
vissza kell menni, meg egy kicsit hiányzik az ottani otthonom, mert nekem most már van az otthon, meg az itthon, és várom, hogy visszamenjek Milánóba, de nagyon jó napom volt ma, úgyhogy örülök nagyon. Na, nagyon cuki a kifordított pizsamám. Egyébként itt egy maci lenne. Na, császtok. Ez az utolsó napom, és mármint, hogy itt Budapesten, utána este megyek vissza. Tetszik ez a háttér, mert nem vonja el a figyelmet. Szóval ez az utolsó napom Budapesten, ma este megyek vissza. És vegyes az érzelmeim. Mert mint olyan téren, hogy mennék is, meg nem is mennék. Úgyhogy valószínűleg ebből az jön ki, hogy végül is a hét nap. Az fair. Na, megértem a körmöst. Most találkozom anyucimmal, meg a keresztmamámmal. És itt vagyok. A régi iskolánál, ahol a gimnáziumba jártam. Na, most jövök a skanzenból. Az ilyen last minute ajándékvásárlás volt. Nagyon reménykedtem, hogy ilyen nagy, igazi tükrös kalácsot fogok tudni találni egy ismerősömnek. Tudjátok, az az ilyen nagyon szépen agyon díszített, de az, annak megvan a varázs. Úgyhogy vettem valami mást ajándékba, ami egyébként még mindig szép. De én emlékszem, hogy itt régen annyira jó ajándékokat lehetett vásárolni. De berjük azzal is, amink van. Úgyhogy most már 2 óra múlva megyek a reptérre. De mert az ilyen kicsit már hideg pizzáj. Úgyhogy ennyi volt mára. Remélem, hogy tetszett a videó, és remélem, hogy nem töltötek be azért annyira sokan, hogy tényleg hazamegyek. De írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltatok az egészről. És amit úgy a közeli jövőben levő videókról mondhatok, illetve amik éppen tervben vannak, azok fognak végre foglalkozni a milánói divattal, a költözködéssel, a mindennapjaimról, Matyikáról, mivel Matyiról nagyon, tehát jobban érdekel titeket a kutyám, mint én, úgyhogy mindegy, hát akkor bevonjuk őt is egy picit, legyetek résen, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!